Sziasztok! Ma egy nagyon érdekes témáról fogok nektek beszélni, és ez nem más, mint a hogyan éljük az életünket úgy, hogy előre haladjon, ne pedig stagnáljon, vagy pedig ugye negatívba forduljon. Én most ugye csak a saját életemről tudok beszélni, és azért beszélek nektek erről, mert nagyon sokan kértétek, hogy meséljek arról, hogy hát erről egyrészt, hogy hogyan élem az életemet, vagy a pozitív és negatív dolgokhoz hogyan állok az életben. Ugye tudatos szintre én akkor emeltem ezt az egészet, amikor én 29-30 éves lehettem, és hát igen, akkor, biztos, hogy akkor, tehát akkor láttam először ezt a Titok című filmet, ezt volt férjemmel néztük meg együtt, és hát a végén, tehát így nem az, amarról kezdtünk el beszélni, hogy úristen, ez milyen ezoterikus, ez úristen, hát ezek valami csodáról beszélnek, és ha minden így működne, akkor, mert ugye legtöbben sajnos így beszélnek erről, és azért sajnos az életük az nem is arra felé megy, amelyre ők szeretnék. Tehát lényeg a lényeg, hogy arról beszéltünk, leültünk mind a ketten, és így, úristen, hát mi az egész életünket így éltük. Tehát olyan hatással volt mind a kettőnkre, hogy aha, tehát amikor az az aha élmény, ez tényleg így van. Tehát olyan, mintha arról beszéltek volna folyamatosan, amit te tudsz. Ugye ez nagyon sokszor van így veletek is, biztos vagyok benne, hogy hallgattok valakitől egy előadást, bármilyen témában, és már minden bármilyen, hanem még egy pszichológiai témában, és akkor ugye ott van bennetek, hogy ezt már tudtátok, vagy mondjuk ott vagytok egy értékesítési tanfolyamon, és amit elmondanak, azt is te tudod, csak ugye nem tudatos szinten van. Tehát ugye ennek ez a lényege, hogy onnantól, ha te neked ezt így elmondják, hogy ez valóban így működik, akkor te úgy tudod élni onnantól az életedet, hogy biztosan tudod, hogy ha most ezen így gondolkodom, akkor ez erre megy, ha azon úgy gondolkodom, akkor meg az amarra megy. Tehát így teljesen más nyilvánvalóan. Tehát ez volt az első nagyon nagy élmény, a Titok című film, és a következő, hogy utána én elkezdtem kutatni ilyen jellegű könyveket, és hát nyilván az egyik szereplője volt ennek a filmnek, a hölgy, akinek a könyvét mutatom. Tehát ezt olvastam el, a vonzás törvényét. Az első olyan, hát olyan 30 oldal, az vagy 40 valahogy így, nem tudom pontosan, Alexa nemrég olvasta el, és mondta ő is, hogy az eleje az nagyon nem. Tehát ez arról szól ugye, hogy ilyen felső sugallattól, egy Ábrahám nevezetű illetőtől kapták ugye a férjével ezeket az instrukciókat, hogy hogyan éljék az életüket, hogy mit adjanak át az embereknek. És akkor az úgy nekem túl misztikus volt, tehát azért én egy földjegy vagyok, dupla földjegy ráadásul, úgyhogy én nekem ez egy ilyen, tényleg már ilyen túl misztifikált volt, de az utána jövő rész, az egyben az, ahogyan én az életemet élem. Szóval egyszerűen fantasztikus azt gondolom, hogy valaki leírja, hogy miért úgy alakult a te életed, ahogyan eddig élted. Nagyon-nagyon érdekes. És utána pedig, miután ezt elolvastam, akkor egy baráti körben többen elmentek egy tanfolyamra, ami iszonyatos változást hozott az életükbe, legalábbis nekem nagyon-nagyon látványos volt. És utána azt mondtam, hogy én is elmegyek erre a tanfolyamra, és ez nem más volt, mint Csatos Ilonának az alaptanfolyama, egy ilyen tulajdonképpen, hogy hogyan éljük az életünket, vagy hogy hogyan is éljük valójában az életünket, és miért úgy történnek velünk a dolgok az életünk bármely területén, ahogy történnek, ugye ezek nagyon szoros összefüggésben vannak egymással, amilyen vagy az életet egyik területén, olyan vagy a másikon is, ez teljesen bizonyította számomra az életet, tényleg így van. És neki megjelent egy könyve, a Vedd észre, ami pontosan erről szól, tehát ebben benne van az alap. Ugye Alexa nem elment a tanfolyamra, hanem ezt a könyvet elolvasta. Én még nem olvastam, de azt gondolom, hogy biztos, hogy csak egy jó könyv lehet ennek a hölgynek a gondolataiból, ami kipattanhatott, mert tényleg a tanfolyam az olyan hatással van mindenkire, teljesen mindegy, hogy melyik rétegből jössz, teljesen mindegy, honnan jöttél, milyen vagy. Nincs olyan ember, aki úgy megy el onnan, akire nincs ez hatással. Mindenkire hatással van ez a 4 nap, úgyhogy én, ha
megfogadtok egy jó tanácsot, erre a tanfolyamra egyszer az életben el kell menni. Ha nincs rá pénzetek természetesen, mert most már akkor volt 25 ezer, 11 évvel ezelőtt, most meg azt hiszem talán 70 ezer forint a tanfolyam, akkor érdemes ezt a könyvet megvenni, de hát nyilván az, amit ő életben előad, azt egy könyvben ugye nem lehet azért pótolni. Szóval a lényeg, hogy az életünket, ugye, és hát én az életemet úgy éltem mindig is, hogy inkább ugye egy pozitív hozzáállással, és a negatívból minél kevesebbet. Amire úgy gondoltam, hogy pozitívan és jókedvűen és előre, tehát hogy tényleg ilyen nem tettem bele nagyon negatívumokat, azok sikerültek, amiben csak negatívumokat tettem, azok nem sikerültek. Ezt folyamatosan bizonyította számomra az élet. Az, amikor valaki valamit szeretne megteremteni az életében, ez a következőképpen működik. Azt gondolom, hogy mindenkinél. Tehát ez olyan, én kivételről még nem hallottam, tehát ha tudtok ilyet, akkor nyugodtan mondjátok el, vagy írjátok le. Szóval a lényeg, hogy amikor te valamilyen célt kitűzöl magad elé, nagyon fontos, hogy legyenek céljaid, célok nélkül ugye nincs, ami beteljesüljön. Tehát megvan a célod, és amikor megvan a célod, akkor úgy kell erre a célra gondolnod, mintha az már megtörtént volna. Erről szól a Titok című film is, de én mondom, tehát már előtte is úgy éltem, hogy én azt teljesen természetesnek vettem, hogy ez az enyém. Az a dolog, amit én kitaláltam, az megtörtént, az megvan, az így is úgy is úgy lesz, ahogy én azt kitaláltam. Na most ezt úgy szokott nálam zajlani, hogy van a célom, és akkor amikor így hallgatok egy jó zenét, vagy tehát egy ilyen nagyon boldog, vagy futok, vagy benne, tehát egy ilyen jó hangulatban vagyok, és eszembe jut a célom. És abban a pillanatban egy nagyon-nagyon erős érzést érzek, mintha már megtörtént volna. Megtörtént volna az, hogy megkaptam a diplomámat, megtörtént volna, hogy megszületett a gyerekem, hogy házasság, tehát hogy összeházasodtam a férjemmel, hogy mit tudom én, mennyi pénz volt a bankszámlámon, tehát most teljesen mindegy, mintha egy olyan erősen érzem abban a pillanatban azt, hogy mint amikor már bekövetkezett, hogy tulajdonképpen ez ad az egésznek energiát. És akkor ezt az energiát ennek megadod, akkor elindulnak az életedben olyan folyamatok, amitől ugye ez meg fog történni. És be fognak kerülni olyan emberek, olyan dolgok, olyan történések a te életedbe, amivel eléred azt a célt, amit szeretnél. Egyszerűen vonzod ezeket a dolgokat. Tehát úgy tudom, aki mondta, hogy csak az első lépcsőt lásd meg, tehát igazán tedd meg az első lépést, és aztán majd kinyílik előtted az út, és látni fogod, de mindig egy lépést tegyél. És amíg ugye nem teszed meg az első lépést, nincs meg a fejedben a cél, és nincs az, hogy te ezt nagyon szeretnéd, és nem csak álomszerűen, hogy én most fekszem a kanapén, és akkor jaj, hát hogy jó lenne egy ház, jó lenne egy párkapcsolat, vagy bármi, tehát ez így nem működik. Ebben nincs energiája, hanem amikor te erre gondolsz, amit mondtam, tehát azt az erőt belül kell, hogy érezzed. Ha érzed azt az erőt, akkor meg fog veled történni. A Titok című filmben volt egy olyan, ugye, hogy az ember látta maga előtt, hogy neki milyen autót szeretne, és hogy ebbe az autóba most ő beül és vezeti. És becsukta a szemét, és elképzelte azt az érzést, mosolygott, stb. És ugye a következő jelenet a filmben, a következő snitt, hogy ugye megvan az autó. És ez tényleg így történik, de mindennel az életünkben, bármi legyen az. Tehát akarsz egy pár kapcsolatot, akkor is ugyanezt kell csinálnod, egyébként majd ezt csinálok erre egy másik videót, hogy hogyan vonzunk be egy társat az életünkbe, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, és volt régen, hogy sokan mondták nekem, hogy nekem erről tanfolyamot kellene tartani, mert nekem ez valahogy mindig sikerült. Valahogy nem tudom, én mindig tudtam, hogy lesz társam, tehát én egyedül meg nem is szeretnék lenni, nem is akartam soha, ugye nem is voltam. Na mindegy, lényegtelen, most eltértem a témától. Szóval
Lényeg a lényeg, hogy így kell gondolkodni. Az meg, hogy negatívan ne gondolkozz, hát ilyen nincsen. Hát nyilván fogsz negatívan is gondolkodni, mert ugye ha történik veled valami rossz, mert mindenkivel történik rossz, és mindenkinek az életébe be fog valami férkőzni, nekem is vannak jobb passzok és rosszabbak, tehát hol így vagyok, hol úgy vagyok, de igazán inkább pozitívan, mint negatívan, és a negatívat nem is nagyon engedem magamnak, hogy abba egy spirálba így belekerüljek, mert az nálam borzasztó. Az, amikor én negatívan gondolkodok, az egy olyan erős érzések, hogy így az egész testemben, tehát érzem ezt a negatív feszültséget, akkor tudom, hogy borzasztó rosszul gondolkodom éppen valamiről, és erről nem így kellene, és akkor kell egy idő, amíg lenyugszom, és akkor keresem úgy állandóan a támpontokat, hogy mivel tudnék ebből kijönni ebből a negatív spirálból, mert ez nagyon rossz, tehát ugye ezzel a negatívat teremted az életedre. Tehát ezt nálam tényleg úgy kell elképzelni, hogy nekem én nagyon-nagyon pörgős vagyok, állandóan zakatol az agyam, tehát nekem meditálni az, az nagyon nehéz, tehát én inkább nekem a meditáció az, hogyha felpattanok a futógépre, és futok egyet, és közben hallgatok valami zenét, vagy misort, tehát nekem körülbelül itt kimerül a meditáció, tehát hogy lecsendesítsem a gondolataimat, az nálam nem létezik. Úgyhogy tényleg állandóan pörgök, és mivel amikor nagyon-nagyon túlpörgök, tehát most például az életünkben rengeteg olyan dolog történik körülöttünk, ami nagyon sok energiát igényel, akkor ezek a negatív dolgok is felfokozottan jönnek be az életembe, és ezért ugye sokkal erőteljesebben gondolkodok ezekről, és jobban lehúz a spirál. Például most történt velem pont tegnap este, hogy egyszerűen úgy elorakadott rajtam ez a negatív dolog, hogy egész éjszaka szinte nem aludtam, úgyhogy bekaptam egy bogyót is már, mindegy nem gyógyszert, hanem ilyen gyógynövényes cuccot, szóval a lényeg, hogy egy nyugi bogyót be kellett már kapnom, mert egyszerűen semmi más nem történt, akkor zakatolt a fejemben a negatív gondolatok, és aztán reggelre valahogy ebből nem tudom, hogy hogyan, tehát, de tudtam azt ugye, próbáltam magamat nyugtatni, hogy úgyse úgy lesz, minden rendben van, hogy reggelre is sikerült olyan állapotba hoznom magamat, hogy aztán beszéltem Robival, mert ő most elutazott, úgyhogy akkor gyorsan írtam neki, hogy mi van velem, és akkor pár szót váltottunk, és aztán így szépen megnyugodtam, és akkor rájöttem, hogy úgyis minden rendben lesz, és tök érdekes, mert ahogy ez így megtörtént, hogy én már ilyen, hogy tényleg ez a francnak hezitáltam ennyit ezen az egészen, vagy minek foglalkoztam ezzel az egészen ennyit, akkor, és elindult ez a pozitív gondolkodás, képzétek el, utána jött is a jó hír, tehát hogy, és akkor minek volt ez az egész? Minek csináltad? És azért az egészben a vicces, hogy ugye mindig van egy ilyen problémád, mert figyeljétek meg, nektek is így van, vagy gondoljátok végig, hogy van egy problémátok, megoldjátok, tehát nagyon-nagyon rápörögtök, megoldódik, mert megoldódik, és lenne egy következő. És akkor megint nagyon-nagyon rápöröksz, de az is megoldódik. És akkor így egy idő után elkezdesz gondolkodni, hogy bakker, hát hogyha az előzőt is megoldott, és mindig rápörögtem, akkor most ezt minek csinálom így? Na, hát ez nálam is nagyon nehéz, higgyetek el, mert én borzasztóan türelmetlen vagyok, tehát nálam ez a legfőbb, a legrosszabb tulajdonságom, hogy nem tudom kivárni a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van valami, amit tudom, hogy gyorsan-gyorsan lecsenghet, és gyorsan el tudom érni, akkor ezt nagyon gyorsan akarom. És nem tudom elfogadni, hogy ez nem gyorsan történik. Hát ilyen egyszerű. Hát egyébként van olyan dolog is, ami nyilván elfogadok, és tudom, hogy ez egy rosszabb lefolyású dolog, és akkor lassabban fog velem megtörténni. Azt így elfogadom, de amiről tudom azt, hogy ezt így is meg lehet csinálni, akkor ezt így várom el. Hát ez van. És akkor ugye türelmetlen vagyok. Úgyhogy nekem ez az élet, az folyamatosan adja az olyan dolgokat az életembe, ami arra tanít, hogy miért vagy ilyen türelmetlen. Ez a tegnap éjszaka is ilyen volt, tehát ez ugyanaz a történet egyébként, hogy ha egy kicsit megvártam volna a reggelt, 10 órát, akkor már láttam volna, hogy hát rendben lesz ez a dolog, és teljesen felesleges volt ezen ennyit pörögni. Jó, tehát, hogy ez a lényeg az egész életemnek, tehát én így élem, hogy célokat tűzök ki folyamatosan, lehet, hogy a nagy célokat is, tehát ki mit tud elképzelni, mert valaki óriás célokat tűz ki, és egyébként óriásikat el is ér. Tehát például itt van Gattyán György, ugye, aki a Friderikusszal volt ez az interjúja, és azt megnézitek, akkor ezt fogja nektek visszaadni, hogy tulajdonképpen ő nagyot mert álmodni, és amilyen nagyot álmodott, azt el is érte. És bárkinek az életét, aki így, tehát sikert ért el az életben, elkezditek nézni, hogy ő miket nyilatkozik,
pontosan azokat fogja nyilatkozni, amit a Titok című filmben láttatok, vagy amit ezekben a könyvekben olvashattok. Tehát lehet, hogy más szavakkal fogalmazza meg, nem mindenki a vonzásról beszél, de hogy hogyan érte el fogja mondani két üzte a célt. És ő végig azt gondolta, hogy ez sikerülni fog. Eszébe se jutott, hogy nem. Ez nem is volt. Jó, tehát, hogy ez a lényege ennek az egésznek, hogy nincs negatív gondolat hozzá párosítva. Nekem ebből rengeteg sztorim van, nagyon-nagyon sokat el tudnék nektek mesélni. Ha valakit, ha több embert érdekel, nem valakit, hanem sokatokat, akkor lehet, hogy ebből is csinálok egy videót, és mondok ilyen példákat, amik velem megtörténtek, vagy az életemben, és amiből én tudom, hogy ez az egész működik. Jó? Úgyhogy nagyjából szerintem ennyit tudtam most így elsőre elmondani, hogy most nézem, hogy már elég régóta megy a videó, tehát ez egy hosszú videó lesz, és hogy ne legyen unalmas, akkor itt szerintem le is zárom ezt a témát. Egyébként létrehoztam egy Facebook csoportot, azért, mert nagyon sokan bejelöltek engem a Facebookon, úgyhogy Budapesti Família néven indítottam el, úgyhogy akinek van kedve csatlakozzon oda, azon keresztül tud nekünk írni is, illetve tud kommentelni is bármit. Illetve van egy Instagram oldal is, amit szintén ugye Budapesti Família név alatt találtok. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljatok minket, kövessetek, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!